A járvány továbbra is jelen van a világban, és több országban jelentősen terjed, ezért a járványügyi készültség hazánkban továbbra is érvényben van. A cél, hogy a vírus a határokon kívül maradjon, és ne kelljen további szigorításokat, korlátozásokat bevezetni. Ezért léptek életbe a beutazási korlátozások, amelyek célja, hogy megakadályozzák a fertőzés külföldről történő behurcolását és a járvány magyarországi fellángolását. A vakcina kifejlesztéséig csak a már megszokott módon lehet védekezni a koronavírus fertőzés ellen, maszk használat, készfertőtlenítés, távolságtartás és a külföldről hazatérők ellenőrzése. Ezt Szlávik János, a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának főorvosa mondta ma reggel az M1 aktuális csatornán. A legfrissebb adatok szerint kilenc újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést. Ezzel 4544 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 597 fő, 3413-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 534 fő. Jelenleg 74 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük heten vannak lélegeztetőgépen. Kalocsán információink szerint továbbra sincs új koronavírussal fertőzött beteg.